Sziasztok és sok szeretettel köszöntelek titeket a Centrum Sakkiskola YouTube oldalán. Juhász Ármény nemzetközi mester vagyok és a mai videóban egy megdöbbentő lépést szeretnék nektek bemutatni. A korábbiakban kevesebb végjátékos állásunk volt, ezért ezt most szeretném egy kicsit pótolni és egy nagyon izgalmas állással készültem nektek. Nézzük is meg, hogy mit láthatunk itt ebben a pozícióban. Ebben az állásban ugye azt láthatjuk leginkább, hogy hát egy anyagi egyenlőségű végjátékunk van, ugye egy-egy bástya, egy-egy huszár, kettő-kettő gyalog, és ugye természetesen egy-egy királyunk van. Amit esetlegesen sötét mellett elmondhatnánk, az az, hogy egy távolabbi szabad gyalogja van, aki viszonylag gyorsan ugye be akar térni új vezérnek, és hát úgy tűnik, hogy itt valami cselek ki lesz kényszerítve, mert ugye a bástya és a huszár is egy soron van, így valószínűleg valami csere után ez a huszár is majd tudja támogatni a gyalogot. Ezért első ránézésre megállapíthatjuk azt, hogy fekete valószínűleg egy kicsit jobban áll, bár ugye ilyen kevés anyagnál a döntetlen tendencia az nagyon-nagyon erős. Ebben az összetett végjátékban van egy hihetetlenül váratlan lépés, azt is mondhatnám, hogy talán az egyik legváratlanabb lépés, amit a végjátékokban valaha is láttam. Arra szeretnélek buzdítani titeket, hogy gondolkozzatok egy picit ebben az állásban, állítsátok, meg a videót, és próbáljátok meg kitalálni, hogy hogyan folytatnátok világossal. Hogyan folytatnátok akkor, hogyha ebből a látszólag picit rosszabb állásból győzni szeretnétek, és ezért bármit hajlandók vagytok kockáztatni. Tehát világos indul és nyer. Remélem, hogy sikerült eltalálni a lépést, remélem, hogy gondolkoztatok. Érdemes több időt rászánni, mert ez szerintem nem egy egyperces feladat. És akkor meg is mutatnám, hogy milyen opció közül lehet választani. Természetesen rengeteg-rengeteg lépésünk van. Ugye önmagában azt nem nagyon szívesen hagynánk, hogy itt leüssék a figuráinkat egyesével, tehát először nézzük meg, hogy milyen kényszerítő erejű lépésünk van. Tehát például leüthetjük a huszárral az ő huszárját, de ez nem lenne túlságosan szerencsés, mert akkor elveszítjük a bástyánkat, annak ellenére, hogy itt kapunk egy gyalogot, azt gondolom a sötét itt remek nyerő eséllyel bírna, elviszi szépen a bástáját, mondjuk legyen A8-ra, hogy ilyen sakkokkal fenyegessen, Hiába adunk sakot, ő vissza fog mászni, és ez a gyalog ez nagyon veszélyes, nem egy könnyű végjáték, de hát világos, hogy ezt nem fogja megnyerni az egészen biztos. Ezért a huszárüti elhét lépést az el is vethetjük. Milyen más opcióink vannak? Cserélhetünk egy bástyát is, ez tűnik a leg hát, kézenfekvőbb válasznak, és Huszárüti C8, után egy sakkot adunk, ami már szinte ad, de sajnos nem az, mert király H5 után megtámadják a huszárunkat, és továbbra is megmarad ez a távolabbi gyalog, ami majd előbb vagy utóbb be akar menni, ezért bizony fekete itt is egy picit jobban áll, bár hozzáteszem, hogy jó játék esetén például egy huszár f után azért ennek döntetlennek kéne lennie. Tehát ezek a legegyszerűbb lépések úgymond nem működnek olyan nagy sikerrel, hathatnánk a huszárral akár f 6 is sakkot, arra van király h sakra van Király H5 lépésünk, tehát millió megoldási kísérletünk van, de csak egyetlen egy nyerő lépésünk. Meg is mutatom, ha még nem jöttetek rá, még nyugodtan gondolkozzatok, valami eszméletlenül szép matképet kell keresni. A váratlan lépés és a mai nap tanulsága az a Bástya F5. Ez a bástyáfőt lépés, ez egy egészen fantasztikus lépés. Ugye mi a tervünk? Beszeretnénk mattolni egyszerűen az ellenfelet. Most ugye fenyeget bástya G5 matt, illetve fenyeget Huszár h matt is. Na most ez a lépés, ez rendkívül furcsa, mert három féleképpen is le tudják ütni. Hogyha a Huszár ütné le, akkor rögtön mattot tudunk adni, mert 20 F6 után elvette a Huszár a királynak a menekülési pozícióját, így ez már nem működik. Ugye, ha rögtön adtunk volna itt egy sakot, akkor még lett volna király F5, ezzel ugye elzártuk a királynak a mozgását, a visszavezető útját. Hogyha ugye a bástya f a gyalog üti le, akkor szintén ugye ez már nem lesz egy járható opció, szintén Huszár F6, Hát ugye óriási anyagi hátrányunk van, de a mat az mindig mat, tehát itt Huszár f eldöntjük a játszmát. Tehát ez sem lenne ugye egy működőképes opció. Éppen ebből kifolyólag nézzük meg, hogy mi van akkor, hogyha a király előti le. Másféleképpen nem nagyon tudja kivédeni a matot, az ütésekre mind-mind-mind mat van, kivéve a király üti Viszont ez a klasszikus ráterelés, amikor is ebben az állásban huszárüti ál elhét sakkot adunk, és bár még így is anyagi hátrányban vagyunk, ugye ez egy fantasztikus jó kis huszárvilla, egy kettős támadás, aminek segítségével le tudjuk ütni az ellenfélnek a bástyáját, jön a király e leütjük a C8-at, és egy tisztelőnyünk maradt a végén, annak ellenére, hogy egy bástyát adtunk oda az elején. És akkor ezt azért itt könnyedén megnyerjük, persze még ilyenkor sem szabad nagyon könnyelműnek lenni, meg kell nézni, hogy mi van abban az esetben, ha elindítja a gyalogot, nehogy véletlenül beérjük, de hát attól nagyon messze van, és valószínűleg ilyenkor a legegyszerűbb nyerés az, hogyha feláldozzuk a huszárunkat, ezt szépen leütjük, mert a gyalogfóros, gyalogvédjátékok azok ugye nyerni szoktak, most nincs más dolgunk, mint elmenni a G6 gyalogért, jön a király, meg fogja tudni védeni, meg fogja tudni védeni, de a végén el fogja veszíteni az úgynevezett lépéskényszer miatt. Volt más megoldás is, de nekem ez tűnt a legegyszerűbbnek. Ugye a azt nevezzük, amikor csak rossz lépést tud tenni az egyik fél. Ugye most sötéttel bárhova is mész a királyjal, a következőbe le fogjuk tudni ütni, és akkor már a kettő gyalogot a nulla ellen kényelmesen be fogjuk tudni kísérni. És hát bizony, itt ebben az állásban elmondhatjuk azt, hogy a lépés az nem csak egy lehetőség, hanem jog, pedig ha itt passzolna a fekete, akkor még a végén remi esélye is lennének, bár ez sem ilyen egyszerű, ilyen király H7 lépésekkel, gyalog is meg tudnánk nyerni, de hát a sakban úgy sem lehet passzolni. Tehát menjünk vissza itt a leges, legelső állásunkra, és még egyszer nézzük meg, hogy mi történt. Egy látszólag teljesen normális végjátékban következett egy egészen elképesztő bástyelfőt lépés, amivel gyönyörű mathálót tudtunk képezni az ellenfél királya ellen, és vagy F6-ról, vagy H6-ról, vagy akár G5-ről be akartuk mattolni. Hát remélem, hogy tetszett nektek ez a végjáték taktika, és érdekesnek találtátok. Szerintem ez egy nagyon kreatív megoldás. Írjátok meg, hogy sikerült-e eltalálni a bárstyelfötöt, illetve mennyit gondolkoztatok rajta. Én is, amikor először láttam, akkor ez nagyon-nagyon tetszett, hogy ez tényleg létezik, olyan váratlan, és hát ez a szép a sakban, hogy ilyen megoldások is előfordulhatnak. Remélem, hogy tetszett a videó, hogyha igen, akkor kérlek, hogy lájkoljátok, hogy minél több sakbarátunkhoz eljusson, és ne felejtsétek el feliratkozni. Hajrá Centrum Sakkiskola, hamarosan egy új videóval érkezem. Sziasztok!